Szervusz, szia, szia! Nagyon sok szeretettel köszöntelek a csatornámon ismét. Egy hagymaleves lesz ma elkészítve, amihez használok lila hagymát, 2 darab sárga hagymát, 1 darab egy kereszt fokhagymát, vajat, 1 póré hagymát. A fűszerek közül használok koriandert, kakukkfüvet, bors, só, metélőhagyma, egy nagyon csöpp fahéj, szerecsendió és babérlevél. Ezek lesznek a fűszerek. Só természetesen, olaj, olívaolaj és egy pici krémsajt. Akkor a lila hagymát, meg a lilát és a vörös hagymát, amilyen vékonyra csak tudod szeletelni, olyan vékonyra szeleteld, mert annak akkor lesz jelentősége, amikor elkezded sütni a hagymát, hogy minél vékonyabbak a hagymák, annál gyorsabban karamellizálódik. Na most a poréhagymát azt elkezdtem földarabolni, és a poréhagyma, mivel hogy keményebb húsú hagyma, mint az egyébként a vörös vagy a lila hagyma, ezért, hogy könnyebben egyszerre süljenek meg, ezért így kisebb darabokba beírdaltam, és kisebb darabokra fogom így elragosni. A vörös hagymánál ugyanaz a helyzet, hogy minél vékonyabbra tudjuk szeletelni, annál nagyobb előnyünkre válik, és ugye, tehát nem így szeletelni, hanem keresztbe. Tehát, hogy a rostok azok minél jobban szét tudjanak nyílni. Tehát akkor emlékeztetőül a hagymákat felszeleteltem, egy a fokhagymát ide tettem ennek a tetejére, lila hagyma, fehér hagyma, illetve vörös hagyma és poréhagyma. És akkor menjünk a főzéshez. Akkor induljon a folyamat, a főzés. Hát egy olyan 2 evőkanálnyi körülbelül az olívaolaj. És akkor beleteszem a hagymákat, poréhagyma. És fokozatosan keverem hozzá. Így. És már is hozzáadok egy pici sót, mert a só segíti a hagymának a tárolódását. Utána megy a fehér hagyma, illetve a vörös hagyma. És akkor most hozzáadom a vajat. Az a lényege, hogy kicsikét olyan, mintha meg akarna égni, de nem fog megégni, csak úgy néz ki. Tehát ha magas hőmérsékleten tároljuk. Beleteszem a fűszereket. Tehát még egyszer. Szerecsendió, fahéj, bors, babérlevél, kakukkfű, koriander és metélőhagyma. Ezeket így mind beleteszem, mert jobban kijön a fűszernek az íze, a hatása, hogyha egy kicsit meg van sütve. Így. Tehát ilyen összeesett már. És az alja egy picit mindig olyan, mintha oda kapná, de ne hagyjuk, hogy oda kapja, ezért sűrűn kell kevergetni, de nem folyamatosan. Tehát, hogyha egy kicsit oda kapja az alját, tehát látod, itt ennyi megengedhető. És majd ez fog neki még egy kis barna színt adni, hogyha a folyadékot hozzáöntjük. Tehát akkor most elegendően megkaramellizálódott, és hozzáöntöm most a zöldségleves zöldségalaplevet.
Tulajdonképpen egy kicsit ilyen barnának kell lenni ennek a levesnek, tehát nem fehérnek vagy sárgának. Annál is inkább érdemes fogyasztanod a hagymát, mert a hagyma az tisztítja a tüdőt. Nagyon-nagyon jó különböző járványok idején, megfázásos tüneteknél, most amiben éppen vagyunk, hogy ez a vírus itt van a nyakunkon, úgyhogy nagyon sok benne az A-vitamin, a B-vitamin, a C, folsav, nátrium, kálium, ásványi anyagok, úgyhogy a hurutos megbetegedések, akik asztmások, annak is nagyon szuper lehet. Hát meg az, hogy egy nagyon népszerű, egy nagyon olcsó, tehát az, aki esetleg most anyagiakban nem a legtökéletesebb helyzetben van, de mégis szeretné a testét megfelelően karbantartani, akkor egyen hagymalevest sokat, és kenyérrel nagyon-nagyon szuper jól lehet tőle lakni. És akkor most beleteszem a sajtot, így, a krém sajtot. Egy picit még forralom, tehát látod, hogy már így klasszul fel van forva, és még egy pár percig forralom. Akkor a hagymalevesből eltávolítom most a babérlevelet, és behabarom, és közben még megerősítelek abban, hogy ez a filléres ennivaló, ez milyen jó hatása van a szervezetedre, mert B6 vitamin, B9 vitamin, és az idegrendszert is nagyon jó erősíti, mivel hogy most arra nagyon nagy szükségünk van ebben a vírusos, összezárt, felfordult világban, úgyhogy, de az izmokat is erősíti, tehát mindenféle olyan jótékony hatása van ennek az egyszerű, nagyon egyszerű levesnek, illetve a hagymának, hogy bátran fogyasszad még akkor is, hogyha esetleg fogyókúrázol, mert csak hasznodra válik. Tettem még bele egy kicsi metélőhagymát, és hát mivel hogy nincsen friss fűszernövényem, ezért majd még petrezselymet fogok a tetejére szórni, amikor kitálalom. Akkor nézzük a csodás levesünket. Igen. Tehát megfelelő sűrűségű lett, megfelelő konzisztense van. És mivel hogy van benne sajt, most ennél a tálalási módszernél cvibeket fogok hozzá használni, ez úgynevezett kétszersült, amit így ráteszek, így, és akkor petrezselyemmel még megszórom, és jó étvágyat kívánok, köszönöm, hogy megnézted a videót, jó egészséget, vigyázz magadra, kérlek iratkozz fel, és a következőkben is, hogy megkaphassd a videókat. Szervusz!